Dombóváron két ember meghalt egy lakástűzben, a Nógrád megyei Bátony terenyéről pedig három embert súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba azután, hogy felrobbant a házuk. A szomszédok azt mesélték, hogy a család tagjainak ruhái is égtek, amikor az utcára menekültek. Tegnap este a környék összes tűzoltója és mentője Bátony terenyén próbált segíteni azokon az embereken, akiknek a háza felrobbant. A szomszédok azt mondták, hogy egy hatalmas detonáció rázta meg a környéket, majd ahogy kinéztek, látták, hogy a házból két felnőtt és egy kisgyerek menekül az utcára. Kimentem a hátsó teraszra, akkor jött ki a család a házból, a hátsó teraszukon, az apa, a anya, a kisgyerek mind a hárman égtek tektőtől talpig, de a szomszédok nagyon ügyesen rögtön rohantak, úgyhogy eloltották őket. Ma láttuk, hogy ég a ház, mire odaértünk a házhoz, akkor ma közvetlen szomszédok segítettek kihozni a gyerekeket, Józsi is segített ott a tulajdonos, és akkor a kocsit elhoztuk onnan, a gázórát hűtöttük, szóltunk a katasztrófavédelemnek. Mentők, tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a lángokban álló házhoz. A helyszínre vonultak hivatásos tűzoltóegységek, a pásztói, illetve a salgótarjáni, három darab tűzoltó gépjárművel, illetve a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. A házból ennyi maradt, csak világosban derült ki, hogy mekkora pusztítást végzett a robbanás. A családi ház első fala kiszakadt, a rajta levő tévével együtt dőlt ki, a tető is megsemmisült. A szomszédok szerint az összes ajtón, ablakon hatalmas lángok csaptak ki az épületből. A mentők a tulajdonos házaspárt és a kisgyereküket súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Ma reggel Dombóváron is riasztották a tűzoltókat. Itt egy rossz állapotban levő ház egyik szobájában keletkezett tűz. A szomszédok szerint az ott élő két férfi rendszeresen ivott alkoholt, szerintük ez is okozhatta halálukat. Tegnap eléggé be voltak italozva, és biztos dohányoztak, vagy gyertyáztak, mert azzal szoktak világítani, és biztos, hogy elaludtak közben. Elaludhattak, már fászottak és tüzet vartak, azt így lehetett ez az egész, hogy fölgyújtották saját magukat. Mindkét tűz keletkezésének körülményeit a tűzoltók vizsgálják.